tanóra vagy szórakozás, mindegy is, hogy éppen milyen nap van a kölcseiben, az iskolában mindig pörgősek a napok. Mozgalmas és feladatokkal teli tanévet zárnak a suliban, ahol remek eredmények születtek az elmúlt hónapokban. Sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. Nagyon sok feladat volt ebben a tanévben. Számos versenyen mérhették össze tanulóink tudásukat. Diáknapot szerveztünk a gyermekeknek, európai autómentes napot, családi napot szerveztünk. Az oktatás minősége továbbra is a lehető legmagasabb a kölcseiben, ahol azért a tanórán kívüli programokra is kiemelten odafigyelnek. Az igazgató szerint a sikerek titka a diákok és a tanárok hatékony közös munkája. Számos rendezvényen vettünk részt, gyermekeink kirándultak országon belül és határainkon túl. Határtalanul kirándulás keretében Horvátországba kirándultak idén a gyermekek. A nyolcadikosok egy csoportja angliai utazáson vehetett részt. Nagy feladata volt ennek a tanévnek a kompetenciamérések lebonyolítása, ahol a gyerekeink sikeresen helytáltak és szép eredmények születtek. Számos versenyen mérhették össze tudásukat, és nem csak a megyei országos versenyekről hoztak eredményeket, díjakat, hanem határon túli versenyről is megszereztük a bronzérmet. A nyár sem teljesen a pihenésről szól, a kölcseiben a tanárok a következő hetekben adminisztrálnak, a diákok pedig táboroznak. A sikereinkhez nem csak tudásra vágyó tanulókra van szükség, hanem lelkiismeretes, emberséges pedagógusokra. És én úgy gondolom, hogy itt nálunk a kölcseiben ezt megtalálják a tanulók. Az igazgató hozzátette, büszkék rá, hogy hosszú évek óta a legjobb győri általános iskolák között emlegetik a kölcseit, és a jól megérdemelt pihenés után szeptembertől is azért dolgoznak majd, hogy ez így is maradjon.